Sziasztok, Ellen vagyok, a Tech2.hu-t nézitek. A fekete színű Gigapak S-Line védőtokot tartom a kezemben a Samsung Galaxy Fém okostelefonhoz, amikben fehér, de a fekete tok valószínűleg fog ennek elnére menni rá. Megnézzük, hogy szuperál a védőtok az új Samsung telefonon. Megnézzük, ez egy szilikontok, tehát hajtogatható kis puha, és miatt egy kicsit nagyobb védelmet nyújt, mint egy műanyag tok. A felhelyezés nagyon könnyű, azonnal belepattintható volt a nem túl nagy telefon a védőtokba. Előről megnézve egy fekete kis keretet látunk elsőre, ami egyébként ki is emelkedik a kijelző síkjából egy minimálisan ezáltal, hogyha leesik a telefon, vagy lecsúszik, akkor nem a kijelző fog először érintkezni a felülettel, hanem a védőtok kerete. Ha megnézzük itt a tokot, láthatjuk azt, hogy egy kis recés markolatot kapunk, ami a jobb fogást hivatott elősegíteni. Itt egy kis kiemelkedő rész jelzi, hogy hol van a bekapcsoló gomb, aminek a megnyomását nem igazán akadályozza az, hogy nincs kivágva. Felül csak a jack csatlakozó van, ami szintén ki van vágva. Bal oldalt pedig szintén ez a recézett rész, felette pedig kettő darab kis kiemelkedő gomb, emögött van a hangerő szabályzó. Alul a mikrofont, illetve a jack csat, illetve a micro USB csatlakozót vágta ki a gyártó, így ezekhez hozzáférünk. Megnézzük a hátulját, itt már egy kicsit világít azért az, hogy egy fehér készülék van a fekete tokban. Mind a hangszóró, a kamera és a vaku is méretes kivágást kapott, ezáltal nem okoz gondot egyik használatában sem, várhatóan a védőtok. Ahogy megszokhattuk ennél az S-Line-nál, a jobb oldalt van egy fényesebb rész, bal oldalt pedig egy matt, nagyobb felület található, ami nem is csúszik annyira, bár ez tapadósabb a fényes rész, mint a matt. Ez volna tehát a fehér színű Samsung Galaxy Fém okostelefon a Gigapak S-Line védőtokban. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!